Szentatya a római Szent Péter téren mondott szentmisét, majd a bazilika központi erkélyéről, az úgynevezett áldások lodzsájáról mondta el húsvéti beszédét, amelyben leginkább a közel-keleti és észak-afrikai békét szorgalmazta, és a földrengés sújtotta japánoknak küldött vigasztaló szavakat. Örüljön a föld, amelyet elsőként megvilágított a feltámadott világossága. A Krisztus világossága írja el a közép-kelet embereit, hogy a béke fényében eltűnjönek az szakadásoknak a különböző sötétségei, és hogy eltűnjön a bosszú és az erőszak Líbiában, hogy a diplomácia és a párbeszéd elhallgatassák a fegyvereket, és elősegítsék a jelen konfliktusban a különböző emberbaráti segítségek eljuttását azok számára, akik ebben a háborús helyzetben szenvednek. A pápa 65 nyelven köszöntötte a híveket. A magyaroknak a 13. helyen adta hírül, hogy Jézus feltámadott. Ungherese, Krisztus feltámadott. Alleluia!